vesz. Éppen úton vagyok le Debrecenbe, és én nagyon sokat gondolkodtam, és eszembe jutott egy két nappal ezelőtt, hogy föltettél egy írást a Facebookra ezzel a bizonyos Darwin díjjal kapcsolatban. És ugye elmondtam, hogy az első szakmán vegyész vagyok. Na most egyszer történt egy olyan, ugye meséltem a telefonoknak a érintőképernyőben a folyadék, meg a benne lévő anyagnak az előállításáról, amit még glicin hidroklorídból állítottunk elő. Egy 10-11 reakció volt az egész, és nekem nátrium-metilátot kellett hozzá előállítanom, ami így nagyon nem mond semmit. Az a lényeg, hogy metilalkoholból készül, ugye, ami eléggé mérgező, és fém nátriumból, ami vízzel elég érdekes reakcióba tud lépni. És az egészet úgy kell elképzelni, hogy fogsz egy gömblombikot, benne 99,9%-os tisztaságú metilalkohol van. Beleraksz egy hőmérőt, ami mínusz 70 fokig mér. Ez az egészet belerakod száraz jégbe, és ugye az mínusz 37 Celsius fok. És szépen egy, ugye a gömblombik az lehetőség szerint három nyakú legyen. Az egyik nyakon megy bele a hőmérő, a másik nyakon szépen engedett bele a nátrium darabokat dobálod bele a metilalkoholba. A harmadik nyak az pedig egy biztonsági dugó, ha esetleg történne valami, akkor le, és akkor nyomás leesik, nem lehet baj. De mivel elég kis hőmérsékleten, tehát hűteni kell ezt az eléggé exoterm reakciót, elvileg ez egy ilyen mondva csinál dolog, biztonság. És úgy voltam vele, délután kezdtem neki, hogy dobáltam bele a nátriumot a metilalkoholba, hogy eléggé lassan ment, meg lehűlt 37 fokra, és dobáltam bele, és hogy nehogy véletlenül valami baj legyen, én erre a száraz jégre, a külső hűtő részbe öntöttem etilalkoholt. És az etilalkohol száraz jég kombó az lehűtötte mínusz 68 Celsius fokra, és megállt a reakció. Én meg ott álltam, hogy lassan ideje lenne hazamennem, de most már nem tudom a nátriumot kiszedni a metilalkoholból, úgyhogy szépen elkezdtem kiemelni a lombikot ebből a hűtőközegből, és kvázi ugyanaz játszódik le ilyenkor, mint amikor egy RBMK reaktorból emeled ki a bor szabályzó rudakat, ahogy kiemeled, a hőmérséklet növekszik, a reakció beindul. És elkezdtem játszadozni vele, mert túl sok volt a nátrium, és nagyon telt az idő, sikerült beállítanom egy olyan reakció mennyiséget, hogy ez jó, egy másfél-két óra alatt azért le fogom ezt így gyűrni, és olyan este 9 körül talán még végzek is. Na most az a laboratórium, amiben dolgoztam, az 1-21-es heterocitrusos kémiai csoport, az elég nagy. És nem csak mi dolgoztunk benne a dr. Béres Mariannal, hanem más doktoranduszok, illetve kutatóvegyészek is dolgoztak. Na most ott volt több vegyifőke, illetve a falon, az egyik falon volt egy gömblombikba egy ilyen visszafolyós spirálhűtő, és már nagyon sokat nézegettem, hogy az a visszafolyó spirálhűtő, ami tele van vízzel, az belül a víz, ami egy csapra volt lácsatlakoztatva, már zöld a mohától. És úgy voltam vele, hogy amíg a reakció megy, néha ránézek, addig én azt a cuccotot kitakarítom, hogy akkor milyen szép tip-top lesz az egész. És vegyészeknél íratlan szabály, hogyha valamit nem tudsz, találsz egy üveget, egy gömblombikot, bármit, szépen ledugaszolod, ahhoz nem nyúlsz hozzá. De úgy is volt, szépen ledugaszoltam, levettem a hűtőt, kimostam, rendesen oldószereket tettem bele, hogy kioldja a lerakódott mohát, ugye azt a zöld réteget a hűtőnek a belsejéről. Majd utána, mivel szerves laborban dolgoztunk, a mosás után
mindig valamilyen szerves oldószerrel, jelen esetben acetonnal kiöblítettem. Azért kell ezt csinálni, mert az aceton az elegyedik a vízzel, viszont lecsökkenti a párolgás hőjét, tehát teljesen ki tudja szárítani az adott eszközt, ami vízzel érintkezett. Szépen acetonnal kiöblögettem, vákumszivattyúval szépen százazat kiszívtam, összezereltem az egészet, megveregettem a vállamat, és oké. Közben lejátszódott a reakció, félretettem, főcímkéztem, hogy hónap ezzel fogok kezdeni, mi van benne, dátum, hazamentem. Majd másnap reggel bementem dolgozni, egyszer csak megjelent a professzor Meszmer András, meg a doktor Hajós György, akiről beséltem, ugye a Kavintonnal kapcsolatban, és jöttek, mentek a laborba, majd megálltak ennél az általam elpucolt eszköznél, a lombiknál, meg a hűtőnél, és kérdezték, hogy nem tudom, hogy ehhez ki nyúlt hozzá. Én voltam. És mit csináltam vele? Hát szétszedtem, ledugaszoltam, mert nem tudom mi az, szépen elmostam, és de még acetonnal ki is szárogattam, hogy cseppmentes legyen, és akkor egy pillanatra elfehérettek, majd így mondták, hogy hát Csabikám, abban a gömlopikban furán van. A furán az egy terített szénhidrogén, egy 5 atomos terített szénhidrogén, heterociklusos, tehát szénen és hidrogénen kívül egy bármilyen másfajta elemet tartalmaz, jelen esetben a 5 atomos gyűrűs molekulában van egy oxigén. Tehát így néz ki a furán. És ha az véletlenül vízzel érintkezett volna, az ott a laborban egy kisebb Richter skála val megegyező robbanást eredményezett volna. Szóval amikor ezt így elmondták, akkor én izzadtam le. Úgyhogy utána már benne volt a fejemben, hogy ha nincs is ráírva valamire semmi, elrakom, nem nyúlok hozzá, ami azzal érintkezett, megint csak nem nyúlok hozzá, csak hogyha minden információ a kezemben van. És tehát ebből is lehetett volna egy ilyen eset, ugye, amit te is megosztottál magaddal kapcsolatban, ez a bizonyos Darwin díj. Ennyit akartam igazából ezzel így vezetés közben elmondani.